A következő diszkrét eloszlásunk az a hipergeometrikus, amely tekinthető geometrikus, amely bizonyos esetben tekinthető a Bernoulli eloszlásnak, az általánosításnak, olyan értelemben, hogy itt is olyan mintavételről van szó, de nem egy elemet, hanem többet választunk ki, például hármat. Ha egyet választanánk, mondjuk a Bernoullit kapnánk vissza. Tehát akkor, hogyha mintavételről van szó, akkor megint csak úgy gondoljuk, hogy na van egy kísérlet, de most ebben az esetben ugye ebben mintavétel több elem, ugye több elemet választunk, és visszatevés nélkül. Jó, persze lehet figyelni a sorrendet is. A hipergeometrikusnál ugye nem figyelünk a sorrendre, de láttuk, hogy mindegy, mert ugyanazokat a valószínűséget kaptuk, hogyha sorrendre figyeltem, akár hogyha a sorrendre nem, tehát hogyha melyiket választom elsőnek, második és így tovább. Ezért hipergeometrikus eloszlás ez itt működik ebben az esetben. Illetve még azt is megállapítottuk, hogy hát ez mégiscsak inkább csak abban az esetben használjuk már a hipergeometrikus, hogyha mintán kicsi, tehát kis minta van, ugye? Mert ebben az esetben a faktoriálisokkal kell számolnunk, és az nagy minta esetén annyira nem szerencsés, illetve a nagy minta esetén a hipergeometrikus eloszlás az közel lesz, és akkor majd ezt látjuk mindjárt. Ezután következik, hogy közel lesz mely, minta, mely eloszláshoz is. No, mindesetre nézzük a számpéldánkat. Ugye 20 golyó, ahogy az előbb is volt, 16 piros, 4 kék, de 3-at választunk visszatevés nélkül, és a valószínűség változónk az a kék golyók számát adja vissza, tehát hogy a 3-ból hány lesz kék, nyilvánvalóan a lehetséges értéke a valószínűségi változónk az a 0, 1, 2 vagy 3. És a valószínűségeknek a meghatározása, hát ugye az, hogy nulla, az azt jelenti, hogy kék nincs, akkor a 16 pirosból kell kiválasztani 3-at, a 4-ből 0-át, tehát 4 alatt a 0, azt tudjuk, hogy egy, ezt ki se írom, az összes esetek szám, hogy az 20 alatt a 3, tehát akkor ez 16-szor 15-szor 14 per 20-szor 19-szer 18, annak a valószínűsége, hogy egy kék van, akkor a 16-ból 2-t kell kiválasztani, tehát akkor két pirosnak kell lenni, és egy kéknek. 20 alatt a 3, tehát akkor ez 16 alatt a 2, az 16-szor 15 per 2, a 4 alatt az 1, az 4, ez pedig ugye marad 3-szor 2 per 20-szor 19-szer 18. Ezt tovább írom, hogy össze tudjuk hasonlítani ezeket a valószínűségeket. Tehát itt kettővel egyszerűsítek, akkor az 16-szor 15 szorozva 12-vel per 20-szor 19-18. Ugye nevezzük egyenlőek, 16 megvan, 15 megvan, 14-12, tehát ez a valószínűség kisebb, ugye? Vagy csak 12-vel szorozunk, ott pedig 14-en. Hát kisebb valószínűsége van ennek. Ez azért érdekes, mert amikor ugye a valószínűségeket fölvesszük, akkor, hogy pöttyöket milyen magasra tegyük. No, az, hogy 2, akkor a pirosból csak egyet kell kiválasztani, a kékből ugye 2-t, és akkor az itt 20 alatt a 3 értelemszerűen, tehát akkor ez 16, akkor 4-szer 3 per 2, a 4 alatt a 2, és ugye 20 alatt a 3, reciprok, 3, 2, 20, 19, 18. Na most akkor ezt is úgy alakítsuk már, hogy össze tudjam hasonlítani a két valószínűséget, tehát 16-szor, akkor ezt írjam, hogy 3-szor 12 per 20-szor 19-szer 18. Jó, tehát itt 12 megvan, 16 meg. Tehát akkor jól láthatóan ez ötöde, ez a valószínűség, annak a valószínűségünk. És akkor úgy következzen az, hogy az utolsó érlem, hogyha mindegyik ugye kék,
akkor persze a pirosban egyesek kell kiválasztani, 16 alatt a 0 az 1, tehát ezt kicsit írjuk, 4 alatt a 3, per 20 alatt a 3, hát ez a legegyszerűbb 4-szer, 3-szor, 2 per 20-szor, 19-szer, 18. Hát itt a 12 megvan, ugye, akkor itt ez 1/24, tehát ez még sokkal kisebb. Hát ezeket a számokat oda is írhatom. 1/24, ugye azt kaptuk. Itt ez itt 1/5, hát ezt pedig megkapom, hogyha ugye 6/7 veszem. Jó, tehát akkor most, hogyha ez a valószínűségi változónk, ugye akkor a valószínűségekhez tartozó eloszlás, az úgy néznek ki, hogy ide fölteszem pöttyöt, hát ez nem, nincs kedvem kiszámolni mennyi. A lényeg az, hogy a következőt ugye alacsonyabbra kell raknom, nem sokkal, 6/7. Itt van egy elégne zónás, 5-ödét kell, jó. Hát itt meg jelentősen, itt 1/24 itt a távolságot, ugye a tengelytől a távolságot. Jó, tehát valahogy így néz ki a ugye ezeknek a pöttyöknek az elhelyezkedése. No, természetesen azt is megtettük volna, hogy nem a kék gólyokat nézem, hanem ugye, hát ide hogy is passzírozom, ide mondjuk ezt, hanem a pirosaknak a száma, piros gólyok száma, pirosak száma, piros száma. Tehát természetesen itt ugyanazok a lehetőségek vannak, hogy 0, 1, 2, 3, és az, hogy 0 darab piros van, hát az természetesen azt jelenti, hogy mind a három kék. Tehát ez a valószínűség egyenlő ezzel, értelemszerűen az, hogy egy piros golyó van, az annak a valószínűsége, hogy kékből 2, és így tovább, tehát ezeket a valószínűségeket nem kell kiszámolni. 2, és ez pedig annak a valószínűsége, hogy ugye mind a 3. Tehát akkor megoldottuk eleve, tulajdonképpen ezt is már említettük. Úgyhogy ezek alapján itt ebben az esetben ennek a valószínűségi változóhoz tartozó eloszlások, ugye, az ezeket a pöttyöket adnak, jó? És most akkor kérdés az persze, hogy ide fel szeretném rajzolni, mint eddig megtettem, hogy a különböző eloszlásokat, hát mondjuk eddig csak 2 volt, majd hogy a valószínűségek eloszlását, akkor melyiket is válasszam? No, tehát a feketét vagy a zöldet. Természetesen alapvetően mintavételről van szó. Igazából arra vagyunk általában kíváncsiak, hogy a selejt hogyan alakul. Na most egy mintában a selejt az általában az a, hát jelentősen kevesebb szokott lenni, mint a jó. Tehát az a természetesebb, hogyha ténylegesen azt nézem meg, hogy abból, amiből kevesebb van, ugye az hányszor fordul elő az adott mintában, egy háromelemű mintában. Tehát a feketét szoktuk itt ábrázolni inkább. Tehát itt konkrétan, hogyha ezeket a pöttyöket itt lerajzolom, akkor egy ilyen, ugye, ábrát fogok kapni. Na most ezzel kapcsolatban természetesen meg kell jegyeznem azt is, hogyha a mintában, ugye, a selejt, nem selejtnek az aránya sokkal közelebb van egymáshoz, tehát mondjuk nem kell, hogy 10-10 legyen, de ha mondjuk 11-9, akkor természetesen itt a valószínűségeknek az eloszlása az valami ilyen mintát venne föl, jó, mondjuk ilyen jellegű lenne. Hát itt egymás alá kellene ezek a pöttyöknek, egy kicsit elcsúszott, de mindjárt korrigálom, és ezt a zöldet odaírom. Tehát akkor még bizonyos szempontból teljesen más jellegű, ugye, ez a valószínűségeknek az eloszlásához tartozó grafikon. Tehát itt azért nem annyira egyértelmű, hogy a hipergeometrikusnál mit is rajzoljunk ide. Hipergeometrikus. Hipergeometrikus.
Tehát nagyon sok lehetőségünk van annak megfelelően, hogy mit vizsgálunk, illetve a mintákon hogyan helyezkednek el ezek az értékek. Ugyanakkor még egyszer mondom, hogy az alkalmazás miatt én úgy gondolom, hogy ez a természetesebb, hogy ugye elég nagy különbség van selejt és a nem selejt között, aránya között, és hát nyilván a selejtre kérdezek rá, tehát én ezért itt a hipergeometrikus felrajzolásánál ezt a ábrázolást tartom inkább jónak. Amennyiben a mintavételezésnél visszatevéssel dolgozunk, akkor megfelelő valószínűségeket a binomiális eloszlás segítségével kell meghatározni, de nem csak ekkor. Na nézzük csak, mikor is. Tehát mondjuk van egy kísérlet, ugye egy kísérlet, mintavétel. Természetesen több elemet választunk, mert különben a Bernoulli lenne csak, tehát ugye az is feltétlenül egy több elemet választok. És amennyiben visszatevéssel, akkor mindenféleképpen ezt kell használnom. Emlékszünk rá, hogy ugye ebben az esetben a sorrend a számít, ugye? Kockadobásnál is számít, két kockával dobunk, hogy melyik kockán mi van, sorrend számít. De ugyanezt használjuk akkor is, hogyha visszatevés nélkül dolgozunk, de a minták nagy minta. Tessék olyan jellegű feladatokra gondolni, amikor az volt megadva, hogy a selejt arány az 20%, vagy nem selejt, akkor legyen a másodosztályú terméknek az arány az 20%-ként van megadva. Nem is tudjuk azt, hogy hány elemünk van, most visszateszem, vagy nem teszem vissza, hát ez mindegy, mert úgysem fogom tudni megmondani, hogy ha nem teszem vissza, akkor hogyan is változna a selejt arány. Tehát akkor hiába visszatevés nélküli, más nem mondhatok róla, hogy hát továbbra is marad ugyanaz a selejt arány, tehát mindegy, hogy visszatevéses vagy visszatevés nélküli, mert nagy a mintánk, akkor mindenféleképpen a binomis eloszlást fogom használni. És nem csak ekkor, hanem akkor is, hogyha valamilyen kísérletet egymástól függetlenül n-szer ismétlek, tehát ez mondjuk n-szer ismétlek egy kísérletet, ismétlek kísérletet. Tehát nagyon lényeges persze ez a függetlenség. És valamely eseménynek a bekövetkezését figyelem. Na most a függetlenség ugye azért kell, hogy ennek az eseménynek a bekövetkezésnek a valószínűsége ez minden esetben ugyanannyi legyen, mint például itt a két kockánál n-szer dobunk, azt nézzük, hogy az összeg ugye 7, ezt kell, és akkor most mindegy, hogy hanyadik dobásról van szó, mindig ugyanannyik a valószínűsége, hogy 7-et dobunk, mint hogyha az elsőt vagy a második dobást néznénk. Tehát nem változik annak a valószínűsége, hogy dobások összege az 7 lesz vagy sem. No, mindesetre menjünk sorba, nézzük az A feladatunkat, ugye hasonló, mint amit az előző példánál volt, csak most visszatevéssel dolgozunk, tehát ez azt jelenti, ugye, hogy nem változik meg az aránya a pirosoknak, kékeknek, selejt, nem selejteknek, tehát annak a választása, hogy ugye kéket húzunk, az mindegy, hogy első, második, harmadik húzásról van szó, mindig ugyanannyi, jó esetek, ugye az 4, rossz esetek, összes esetek szám az 20, tehát ez itt ugye ennek mindig 1/5 a valószínűsége, hát ugye ezt szoktuk általában kisfével jelölni. Valószínűségi változunk az, hogy a kék golyók száma, tehát hogyha 3-at húzunk, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy valószínűségi változónk az fölveheti 0, 1, 2, 3 értéket, és ugye a sorrend számít, alapján annak a valószínűsége, hogy egy darabot se húztunk ki, hát kéket, hát akkor nyilvánvalóan annak a valószínűsége 1-P, tehát 4/5, de a sorrend számít, tehát akkor az itt 4/5 a ködön, ugye első helyre, második, harmadik helyre is ugyanaz a valószínűséggel kerül, piros. Ezt átírjuk, hogy 4 a ködön, 5 a ködön,
csak azért, hogy megint össze tudjam hasonlítani a valószínűségeket, anélkül, hogy ténylegesen kiszámolnám. Tehát, ha egy lesz, akkor ki kell választani azt a húzást, ugye, amikor a kék golyót választom, hogy az 3 alatt az 1, tehát egyszer húzok kéket, az 1/5 valószínűséggel, és nem kéket, pedig ugye 4/5 a négyzetem valószínűsége, 3 alatt az 1, az 3, tehát itt 3x 4 a négyzetem per 5 a köbben, tehát itt számláltatom megint csak, ugye ez a valószínűség kisebb, ugye az például, nem például, hanem konkrétan ugye ennek a 3/4-szerese. Azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy 2 darab kék golyónk van, 3 alatt a 2, ami persze ugyanaz, mint a 3 alatt az 1, azaz 3. Az, hogy kéket húzok, ugye annak 1/5 a valószínűsége, 2-t kell választanom, tehát akkor az 1/5 a négyzeten, és akkor még kell egy piros, tehát az meg 4/5 valószínűséggel húzom. Tehát ez itt 3x4/5 a köbön, tehát itt ez itt 1/4 de az előző valószínűségnek, és az utolsó, amikor 3 alatt a 3 az 1, és akkor mindig ugye kéket kell húznom, tehát az 1/5 a köbön, tehát ez itt ez már 1/12-szerese. Nem meglepő módon ebben az esetben a valószínűség eloszlása nagyon hasonlít a hipergeometrikushoz. Ugye az elsőt ide fölrak, ugye az a legnagyobb. Utána lejjebb kerül, itt elég sokat zuhan, itt meg még többet. Jó? De hát ez várható is volt, hiszen alapvetően kis mintám van, tehát az n az kicsi, ugye, tehát mondtuk, hogy 20 golyón van, és alapvetően az is, hogy a selejtnek, a kékeknek a ugye, valószínűség, a P az 1/5, az is egy elég kicsi érték, de majd erről még beszélünk, hogy milyen lehet. Most menjünk tovább, nézzük meg, hogy ha 2 kockával ugye n-szer dobunk, tehát ismételjük a kísérletet, akkor mit is mondhatunk, összeg 7. Na most itt természetesen meg kell nekünk határozni azt, hogy mikor is kapunk 7-et, ugye 6 plusz 1-es dobásnál sorrend számít, 1 plusz 6-os, tulajdonképpen a kockákat meg kell különböztetnünk, illetve 5 plusz 2, 2 plusz 5, illetve 4 plusz 3, és 3 plusz 4, több eset nincs, tehát a jó eseteknek a száma az 6, tehát az, hogy összeg 7, összeg 7, az ugye 6 per 36, az összes ötek szám az 36, 6 a négyzete, tehát akkor ez itt 1/6, ez a kis p. Jó? Na most akkor a valószínűségi változónk, ugye az azt nézi, hogy n dobásból k-szor dobunk 7-et, hát persze akkor a k-t, ugye a lehetséges érték az 0-tól n-ig megy, jó? Tehát itt is 0, 1, 2 egészen n-ig a lehetséges értékek, és itt ki kell választanunk, hogy ugye mikor is dobtunk 7-et, tehát az n helyből ki kell választani, hogy k darab van, tehát n alatt a k, tehát k-szor dobunk 7-et, annak a valószínűsége ugye p a k-adikon, ide 1/6 kerülne, és ide meg persze akkor az 5/6, de inkább mondjam, hogy 1 minusz p, és hát nyilván az n minusz k-szor következik be. Na most, én n-4 10-re kiszámoltam ezeket a megfelelő valószínűségeket, és akkor a következőt kapjuk a pöttyökre vonatkozóan. Az első itt van, a második itt van, a harmadik ugye, az itt volt, a negyedik itt, és utána 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, és ugye 10, hát ugye 11-nek kell lennie, így helyezkedett. Jó, tehát igazából kicsit még azt is meg, ez is hasonlít a hipergeometrikusra. Az, hogy most itt milyen ábrát kapunk, tehát nyilván függ az n-től,
függ attól is, hogy a P a valószínűség az mennyire van, úgymond ugye 1-2-hez közel vagy sem, akár lehetne az ábránk olyan is, ups, bocsánat, ami ugye eléggé szép ilyen szimmetrikus lenne, akár ilyen is. De igazából nem ez a jellemző, ami jellemző, inkább azt rajzolom föl. Jó, tehát végül is. Tehát az P az általában nincs közel az 1-2-hez, tehát igazából jön lefelé. Tehát ez jellemzőbb a binomiális béna. És eloszlásra vonatkozóan, de mondom, hát ez nagyon-nagyon. Hát akár csak a hipergeometrikusnál, ez nagyon-nagyon függ. Az N elemszámtól, illetve a P értékétől.